Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Motoros Utazó csatornája, én Márki Csaba vagyok, és ez ismételten egy erdélyi túra lesz. Ez már a nulladik nap úgymond, tehát tegnap délután, munka után lejöttem én ide, illetve még jó páran, pénteki napon, szombati napon fogunk neki indulni, úgyhogy a csapat az már majd lassan, akik ide érkeztek, ébredeznek, az az ide érkezés pedig itt ez a Móló Panzió, ez itt Berettyóújfalun van, és ez szerintem teljesen jó panzió, teljesen jó szállás arra az esetre, hogy lejöjjünk ide a határhoz, és gyakorlatilag megaludjunk egyet, le tud vezetni is 220 km körülbelül, aki Pestről indul, természetesen aki a Magyarország másik feléről, annak még több. Fél héttől van reggeli, 6.32 van, úgyhogy már elméletileg van reggeli, mindjárt azt megcélzom. Mindjárt megmondom nektek, hogy hányan is jöttek ide le erre a szállásra, mert van, aki egyébként lejött, csak nem erre a szállásra. Egy motor, két motor, három motor, négy motor, és akkor ez az egyik kis rész, illetve van még egy motor, tehát ha jól számolom, összesen 7 motorral vannak lent ezen a szálláson, méghozzá 2, 4, 6, 8, ott az egyik motoron ketten vannak, 8, 9, 10, 11, tehát 11 fővel vagyunk most itt már lent. Én már korán keltem, szokásomhoz híven, így állok, hogy látszódjak, úgyhogy megyek reggelizni, szerintem még itt elmegyek, itt a közelben van egy Lidli, tegnap ott már pár dolgot tettem, csak egy valamit elfelejtettem, és utána 9-kor fogunk indulni a Molkútról, Berettyóújfaluról. Mit akartam még? Ott még találkozunk, eligazítás, a hasonlók, bizonyos dolgokra felhívni a új emberkék figyelmét, akik még nem voltak velem külföldön, pár szabályt, illetve hát nem is szabályt, pár olyan dolgot betartani, ami szükséges lesz ahhoz, hogy együtt motorozzunk és jól motorozzunk. Na jó, megyek reggelizni. Ja, egy valamit meg akartam nektek mutatni ezzel a Móló Panzióval kapcsolatban. Magát a szállást, én egy kétszer egyágyas szobát kaptam most. Egyedül voltam a szobában. Gyakorlatilag így néz ki. A fürdőszoba az itt a WC kicsit szűkös, azt nem tudom egyébként, miért nem arra a falra tették, hogy erre fele nézzen, de mondjuk ott a falat azt nem fejeltem le. Tusoló az ilyen. Egy főre ez 1500 forint reggelivel együtt, ami nagyon jó volt. Két főre már 14.000 forint, úgyhogy gyertek ketten, ne egyedül. Úgyhogy ami még nagyon pozitív volt a részemről, hogy mikor megérkeztem, 39 fok volt, és már be is üzemeltük a klímát tegnap este, vagy hát délután, mikor megérkeztem, úgyhogy végül is 20 fokon üzemel végig. Így is aludtam, úgyhogy gyakorlatilag végre hetek óta tudtam úgy aludni, hogy kicsit hűvös volt a szobában. Van egy kis asztal, meg egy kis muzsika, és mindjárt pakolunk, indulunk. I
itt vagyunk a Aranyos-fő jégbarlangnál. Itt most kicsit közelebb álltunk meg egyébként, mint tavaly. Az a baj, innen nem látszódik. Tehát ott van egy parkoló, és azon az úton kell, ott ahol az a pár autó látszódik, meg az a fa mellett ott az autónak a hátulja. Ott parkoltunk annó, és hát az viszonylag picit messze van a barlangtól, többet kell gyalogolni. Itt találtunk közelebb egy parkolóhelyet, úgyhogy ide raktuk le a mocikat, itt vannak ugye mögöttem, lehet látni. A csapatot elkísértem, a gyerekeket elvittem a barlanghoz, beengedtem, aztán utána megyünk tovább. Innen még nem is tudom mennyi, előbb megnéztem, a szállás maga 143 km, arra ír 2 óra 51 percet, úgyhogy ennyi. Hát azért nincs 35 fok vagy 38 fok, de 32-3 az van, úgyhogy itt is azért egy meleg van. Menet közben egyébként jó, ahogy jöttünk föl át a hegyen, viszonylag jó idő volt ugye az erdős részeken, menet közben az ő kellemes volt, de azért itt is rohadt meleg van. 100 sebesre egész a túra alatt, tehát szombat, vasárnap, hétfő, kedre végig 35-36 fokot mond, úgyhogy jó lesz, jó idő lesz. A többiek nem tudják, de jégesőt rendeltem, nem tudom mikor ér ide, meglátjuk. Csak hogy az is legyen a túrában, mert ugye aki velem jön túra, ez mindig vagy elázik, égeső van, vagy valami apokaliptikus helyzet, az mindig előáll. Valami világvége. Na jó van, mindjárt jönnek vissza, menjünk tovább. Ja, és a plusz, amit akartam mondani, hogy annál a parkolónál 5 lej volt per motor a parkolás. Elméletileg ide is ki van írva, de gyakorlatilag senki nem kér tőlünk semmit, úgyhogy ezt megúsztuk. Elindultunk a jégbarlangtól, nem tudom, mennyire lehet hallani. Közben elfutott egy gíjas csapat, olyan hát 10-12 gíjas biztos volt. Mindenki BMW-vel jött, gondolom, itt találkoztak a benzinkútnál. Na, menjünk a szállásra, 100 sebes. A recepciós lányok. Menjünk mi is? Igen! Gyertek, híveim! Megmutatjuk a szobákat, megnézzük, hogy hol van. Meg hogy melyik, milyen. Na, van egy. Tizen.
11. Segítség. De most nem kamerázok, majd utána megmutatjuk. Jaj, itt vagyunk. Kicsit lélegek, mert felcipeltem a két dobozt. Természetesen én a másodikon vagyok. Egyedül a szoba az körülbelül ilyen, illetve hát egész pontosan ilyen. Egy valamit hiányolok, egy kis hűtőt, az jó lett volna. Ilyen a fürdőszoba. Hát ilyen szokásos új szállodai, illetve itt még nem láttam, de van egy kis erkély, mindjárt megnézzük, hogy merre néz ki. Hát így a Jisk fele, meg a Kaufland fele, meg a konténerek fele. Viszont nem fog besütni a nap, mert hát ugye délután mennyi van? 6 óra. A nap az ott megy le, a másik oldalt kell, ugye, mert előttem van éjszak, hátam mögött dél. Ha ezt bizonyos helyen meghalanák, segbe rúgnának. Klíma az megvan. Úgyhogy ennyi, pakolok még, befelhozom a táskámat, a hátsó dobozból aztán letusolok szerintem.